az ukrán külügyminisztérium szombattól újra fogad konzuli szolgáltatásokra kérelmeket külföldön lévő ukrán hatköteres korú férfiaktól hozta nyilvánosságra a tárca pénteken a honlapján a közlemény szerint a 18 és 60 év közötti férfiaknak viszont ezzel egyidejűleg be kell nyújtaniuk a katonai regisztrációs okmányokat papíron vagy elektronikus formában. A tárca magyarázata szerint azoknak, akik sorkatonai szolgálatra kötelesek, nyilvántartásba vételi igazolással kell rendelkezniük, a sorkatonai szolgálaton túlesett, mozgósítható korúaknak pedig a meglévő katonai igazolványukat vagy ideiglenes igazolványukat kell bemutatniuk. A papír alapú okmányok ugyanakkor csak addig lesznek érvényesek, amíg be nem indul a hat kötelesek elektronikus nyilvántartása, utána már csak az elektronikus katonai regisztrációs okmányok maradnak érvényesek. Az ukrán parlament az elmúlt hónap közepén fogadta el a mozgósítást szigorító törvényt, amely egyebek mellett a konzuli szolgáltatások korlátozását írja elő a 18 és 60 év közötti katonai regisztrációs okmányokkal nem rendelkező ukránok esetében.